Sziasztok! Az egykori Teszt András sorozatból azt hiszem a Lambda 14 vagy Lambda 4 valami ilyesmi nevű sör bekerült a Szent András alapszortimentjébe, ráadásul nem egymagában, hanem többed magával. Így három Berliner Weisse sorakozik itt mögöttem, amelyek különféle ízesítésűek. Van köztük szamócás, körtés, fekete ribizlis és szedres is, utóbbi kettő egyben. És egyébként tök érdekes, mert ugye a Berliner Weisse-ból azt, amit gyümölccsel ízesítenek már a palackozás előtt, azt elvileg Florida Weisse-nek szokták hívni így többé-kevésbé. Persze ez nem BJCP stílus, de ahogy mondjuk egy Captainis vagy egy Horner sör, és lehetne sorolni mondjuk egy Groot, stb. Szintén nem BJCP sör, mégis azért megvan úgy általában az, hogy úgy nagyjából mit értünk alatta, hogy mondjuk egy White Stoutot ne is mondjak, azért lehet, hogy jobb lett volna Florida Weisse-nak hívni ezeket a söröket, de persze a Berliner Weisse név még úgy is, hogy kevésbé ismert, jóval elterjedtebb, és ugye a Szent András fogyasztók között azért nagyon sokan vannak olyanok, akik nem feltétlen merülnek el a hazai, illetve a nemzetközi sörforradalom mélyében, hanem csak úsznak az árral, és inkább márkahűek, mint nagyon szakértők, vagy nagy szakmaiságra törekvő fogyasztók lennének, ínyencek, úgy mondván. Így érthető, hogy miért volt könnyebb a főzdének egy közismertebb fajta név alatt kihozni ezeket a söröket. Nézzük is meg őket, ha már így belekezdtünk. Kóstolási sort a feleségem állította össze, ő már nagyon várja, hogy legyen maradék. Itt az első, a Weiss vagy Weiss nevű sör, amin találunk egy ilyen nagyjából 1950-es évekbeli fazont. Az 56-os forradalom képein látni nagyon sok ilyen megjelenésű fickót. 11,3-as balling, 3,7-es alkohol, 7-es ibu, 3,4-es pH, valódi körtével ízesített szűretlen búzasör. Érdekes egyébként, 30% a körte, na nem ez az érdekes, hanem hogy nincsen rajta a címkén a sörfőzőnek a neve. Ugye Szent András különleges abból a szempontból, hogy mindig feltünteti azt, hogy az üzemen belül éppen kifőzte az adott tételt, és ennél nincsen ez feltüntetve. Másrésztről ugye itt láthatunk egy egyértelmű brandet, majd ha többit látjátok, akkor egyértelmű a gondolat a megjelenés mögött, viszont ez azért masszívan elüt a régi és az új szortimentnek a megjelenésétől is. Tehát tulajdonképpen azt látjuk, hogy a Szent András kreált egy alszortimentet a savanyú söröknek, aztán hogy ez a egy ilyen megjelenés, ez ki fogja futni magát még más tételek esetében, az nyilván nyitott kérdés. Na nézzük, hogy mit mutat ez a körtés Berliner Weisse. A sörök nincsenek behűtve, lehet, hogy futni fog. Nem fut. Viszont habja az bőségesen van. Erről gondoskodik a gyümölcs is, illetve a búzasör is, bár ugye ez egy nagyon letisztult búzasör itt még, és nagyon szépen jön a pezsgős karakter. Majd fölkeverem a poharat, mert valószínűleg az üledék az üveg alján van. Ha megnézitek, akkor talán a fókusz meg is fogja mutatni, hogy ott bizony-bizony van némi üledék az üveg alján. Na addig beszéljünk az illatokról. Ah, fantasztikus ez a körte illat. Szinte már egy sió körtés rostos üdítőital. És alatta rögtön megjön ez a finom, savanykás búza karakter. Nagyon-nagyon izgalmasan egybe vannak az illatok. A körtének az édessége nagyon szépen cseng össze a búzának az édességével. Ez egy kifejezetten finom illat. Közben kicsit már ülepedett a hab. Nézzétek meg, tök jó, pezsgős, szép sör.
nagyon kellemes megjelenéssel. Érdekes, hogy ízében egy picit vizes, a 3,7-es alkohol az gyengécske, stílusban van, de gyengécske. A körte íz is elvész az ízben igazából. A savanyúsága nem igazán érződik. Igazából nem is cseng össze jó ízében a kettő, mert a körtétől egy édes ízt várunk, a sör meg ugye egy savanyú sört ad, a kettő együtt pont kiüti egymást, és nem nagyon érződik az íz. Jön a búzamalátának a karaktere, valamennyi finom savasság is van, de alig érezhető. Igazából nem azt adja, amire számítottam. Most megpróbálok egy kis üledékes részt még rátölteni, hát ha. Bár nem nagyon van benne üledék, lényegében tükrösre van szűrve a sör. Illatában nem jött több egyébként, nagyjából ugyanazt kapjuk. Nagyon vizes a kortyérzet. Eleve alul van karbonizálva, tehát hiába ilyen szép a hab, ha megnézitek most a bubikat, most már nem nagyon kúsznak fölfelé. Jóval magasabbra kellene ezt a sört karbonizálni szerintem. Akkor legalább a szénsavasság adna egy kis plusz érzetet a kortyérzet végére. És alapvetően nem rossz próbálkozás, az illata kifejezetten finom, de ízében nem nyerte el a tetszésemet. Menjünk tovább. A Rózsi becenevet hordozza, az a valódi szamócával, szándékosan nem mondok epret, mert ez valójában szamóca, az eperfán nő. Ezt tanuljátok meg. Szóval a valódi szamócával ízesített Berliner Weisse a Rózsi megnevezést kapta. Tehát eddig van egy szemüveges úriember, itt van most ugye egy hölgy. Ugyanúgy 11-es feles balling, 3,7-es alkohol, 7-es ibu, 3,4-es pH, ebben pontosan az, mint az előző tétel. Nagyon szép, hogy itt ugye piros a kupak, az előzőnél pedig fehér volt. Sörfőző neve ugyanúgy nincsen rajta, és összetevőkben 30% szamócát használnak. Tehát lényegében pontosan ugyanaz az alapsör, így ránézésre, ugyanaz a struktúra, csak itt nem körte van benne, hanem szamóca. Na nézzük. Megpróbálom óvatosabban tölteni. A színe fantasztikus, tehát nagyon-nagyon jól találják el ezt a jó szamócás megjelenést, a hab is egy kicsit ezt a szamócás joghurt jelleget hozza. Illatában nagyon finom, érett szamóca illata van, és mögötte jön az alap búzasör. Egy kicsi tejsavasság is jön még belőle, tehát abszolút megvan az az asszociációm, amit valószínűleg legutóbb is mondtam a Teszt András sör kapcsán, hogy egy szamócás joghurt. Egy az egyben. Na nézzük ízben milyen. Itt markánsan megvan a savanyúság, és a savanyúság nagyon szépen összecseng a gyümölcsel. Ugye eleve a szamóca az egy olyan gyümölcs, ami egyaránt hordozza az édes ízt és a savanyú ízt, és ez a sörben nagyon szépen köszön vissza. Az előzőnél, a Weissnél, a körtésnél, ott az okozta leginkább a problémát, azon túl, hogy alul volt karbonizálva, hogy a körte az édes ízeket hordoz leginkább, és nem savas ízeket. És ezért ott nagyon rossz az asszociáció. Egy almás sörrel sokkal jobb hatást érhettek volna el. Itt nem okoz problémát ez, hiszen a szamóca eleve egy savasabb gyümölcs, ugyanakkor itt ez magasabban is van karbonizálva szerintem. Legalábbis így érzésemre, ha ránéztek a buborékokra, azok is gyorsan igyekeznek fölfelé. De a kortyérzete sem volt igazából vizes, hanem teljesen rendben van. Így van.
Rózsi, az teljesen rendben van. Azért ilyen Rózsi néven egy rózsás, rózsaszirmos Berliner Weisse-t jobban el tudtam volna képzelni, de ez is egészen jó. No, és akkor nézzük meg a harmadik tételt, ami a Schiller nevet hordozza, és egy öreg ember van a címkéjén. A sör, ugyan itt már van változás, ő 9,5 ballingos, tehát gyengébb, mint a másik kettő. Viszont 3,7-es alkoholja van, 7-es ibúja, 3,4-es pH-ja, sörfőzőmester ugyanúgy nincsen rajta. És itt csak 6% szeder és 6% fekete ribizli van a sörben. Tehát itt tulajdonképpen 12%-os az összes gyümölcs tartalma a sörnek, ami azért eléggé vékonyka. Amit viszont mondani akarok, hogy ugye a neve az, hogy Schiller. Én dunántúli születésű vagyok, de eredetileg nem onnan származom, és amennyire tudom, a Schiller az Tolna megyében jelent egy borfajtát, ha jól tudom, a vörösbor és a fehérbor összeöntését, vagy blendelését, hogy modernebbül fejezzem ki magam. Úgyhogy nézzük meg, hogy igazából ő mit tud. Itt is nagyjából ezt a hatást várhatjuk, ugye a pirosbogyós gyümölcsök, illetve a világos búzasör. És kék a kupak. Megjelenésében ő is nagyon szép. Hasonlít a rózsira. Mindjárt meg is mutatom őket egymás mellett. Tehát színben van azért némi eltérés. A Schiller az ködös. Itt a búza sokkal jobban beködösítette. Érződik egyébként, hogy ez egy másik recept, már csak ránézésre is. A fekete ribizli nagyon szépen jön az illatból. Teljesen magával ragadóan. És a szedernek is van egy nagyon finom, ilyen vasas, vörös illata. Azt, egy pillanatra megijedtem az ízétől, azt hittem, hogy ez egy brutálisan savanyú sör lesz, de nem. Ugye itt is az van, hogy a fekete ribizli is és a szeder is azért képes arra, hogy savas legyen, bár a szeder tud nagyon édes is lenni, meg a szeder tud poloska ízű is lenni, de ebbe nem menjünk bele. A lényeg, hogy ennél a sörnél nagyon szépen kibontakoznak ezek a savas ízek. Itt viszont pont, hogy az édesség hiányzik egy picit a tompításból, legalábbis nekem, de stílusában ez önazonos. Ugyanakkor valóban megvan ez a picit vörösboros, illetve fehérboros karaktere is a sörnek. Kíváncsi vagyok, hogy milyen komlókat használnak. Ha mondjuk egy Nelson Sauvin, vagy Hallertau Blanc komlót, vagy Blanc komlót használnak, akkor még jobban rá lehet ugye erősíteni a fehérboros, illetve a gyümölcsök révén a vörösboros jellegre. De alapvetően ez a sör szépen rendben van. Kellemes a megjelenése, itt is kap még egy kicsi üledéket az aljából. Így néz ki. Nagyon szép, ködös. Ő jól hozza azt, amit hoznia kell. Valamire nagyon emlékeztet az íze. Nem fogom kitalálni. Valószínűleg a 20-as fekete ribizlis esthajnalra, ami sajnos nem kerül újra lefőzésre a főzdénél, de a 19-es őszi barackos Black IPA végre igen, azt évek óta mondom a főzdének, hogy azt főzzék le újra, és most ugye ősszel, szóval igen, ősszel és télire végre kijön. Lényeg a Schiller egészen jó, a három közül azért a rózsi, a szamócás az a legjobb, ez van a leginkább egyben. Az illatban, az ízben gyönyörűen jönnek a szamócás ízek.
És hát a körtés az, amit én szívem szerint kivennék ebből a kompozícióból, és inkább tennék bele egy olyan gyümölcsöt, ami világos és savas, például almát, esetleg köszmétét, mások büszkének is hívják, vagy egresnek, az nagyon izgalmas lenne. Ez a körtés, ez olyan semmilyen. Ja. Úgyhogy ez volt a Sördoktor mai adása. Ha tetszett a videó, lájkoljatok, ha nem, akkor is. És hogy pici motivációt adjatok ahhoz, hogy érdemes videózni, iratkozzatok fel, és iratkozzatok fel a feleségetek, barátnőtök, barátjaitok, ismerőseitek nevében is. Én ezt a végét úgyis kivágom. Sziasztok!